Az olvasás intézménye töretlen. Immár 88. alkalommal rendezik meg az ünnepi könyvhetet és gyermekkönyvnapokat hazánkban. A vásárhelyi programsorozat idén is Cigány György és felesége Simon Erika legújabb köteteinek bemutatójával kezdődött a Városi Könyvtárban. Az ünnepi könyvhetet a könyvárusítás válsága hívta életre először Finnországban, melyet hamarosan Spanyolországban és Olaszországban is átvettek. Hazánk 1929-ben csatlakozott a nemzetközi programsorozathoz. Kialakult egy olyan kikapcsolódási forma, ahol az olvasó elmerülhetett gondolataiban, ahol a könyv cselekményének rendezőjévé válhatott, és amely egy új kulturális ágazatot teremtett. A vásárhelyi író-olvasó találkozó idén is a cigány házaspár könyvbemutatóival kezdődött. A rádiós műsorvezetőként megismert Cigány György író költőként is beírta magát a magyar irodalom történetébe. Idén 34. kötetével érkezett, amely a nyár feltámadása címet kapta. Emlékeket osztok meg, vannak benne emlékező prózai írásaim, versek is vannak benne, de megjelenik benne Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Vörös Sándor, és egy győri költő, Tűz Tamás, aki Kanadában élt, őt talán kevésbé ismerik, papköltő volt, már meghalt, Győrött van eltemetve, de annak idején Kanadában élt, és hát az emigráns magyar költészetnek egyik legnagyobb alakja volt. Simon Erika 15. Lépcsők az égbe című interjú kötetével örvendeztette meg az olvasókat, amelyben a szerző két teljesen különböző sorsot állított párhuzamba egymással úgy, hogy közben kiderül, mégis van közös vonás a zongoraművész és a szerzetes szemészorvos között. Mindegyik gyógyít. Tulajdonképpen az Érdi Tamás, aki elvesztette a látását csecsemőkorában, ő a zenéjével gyógyít, és Hardi Rihárd szemorvos pedig hát Kongóban él, most már 20 éve, és ott olyan embereknek adja vissza a látását, akik van, hogy 10 éve már szinte vakon élik le az életüket. Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódó programsorozat holnap estig tart Hódmezővásárhelyen.